két nappal az olimpia előtt, de a londoni játékok jegyében. A labda marad elnevezéssel várták a sportolni vágyó fiatalokat a Tolnai úti általános iskolába délután 4 órától. A rendezvény célja, hogy kosárlabdával, focival, ötkarikás totóval vagy bármilyen sporttal segítsenek elfoglaltságot találni a szünidejüket töltő fiataloknak. A győztes, ahogy az elnevezés is mutatja, hazaviheti a labdát. Azt szeretnénk, hogyha nyári vakációban a fiatalok értelmes elfoglaltságot találnának, és ennek az egyik lehetősége a sport lenne, aki a benevez streetball vagy futballbajnokságra megnyerheti és hazaviheti a labdát. Emellett olimpiai totóval várjuk különböző játékos sportszerekkel a fiatalokat, azt mozogni, sportolni vágyokat, és azt gondoljuk, hogy így két nappal az olimpia előtt ez egy jó dolog, egy jó nyári történés. A szülőknek egyre nehezebb feladatot jelent a nyári szünidőben a gyermekek biztonságos elhelyezése. A rendezők ebben kívánnak segíteni. Mindnyájan tudjuk, hogy a szülőknek nagy gond a gyermek elhelyezése nyári szünidőben, és azt is tudjuk, hogy a középiskolás fiataloknak azért hosszú ez a 3 hónapos, csak nem 3 hónapos nyári szünet. Úgyhogy valóban így van, ez egy értelmes elfoglaltság, ha tetszik, ez egy drog alternatíva, ez bármi tud lenni egy olyan gyermek számára, aki nem találja a helyét ebben a hosszú vakációban, és ami nagyon fontos, hogy ingyen lehet jönni a rendezvényekre. Nagy kérdés, hogy a fiatalok mennyit tudnak az olimpiáról, hiszen bő 48 óra múlva fellobban a láng a brit fővárosban. Szerintem az olimpiáról sokat, mert a média azért jelentősen tuningolja ezeket, tehát Cselaci, Gyurta Dani nevét biztosan tudják. Idén már nem először és nem is utoljára találhatnak elfoglaltságot a helybéli fiatalok. Legközelebb augusztus 8-án várják nyitott sportudvarral. A rossz idő esetén torna teremmel az érdeklődőket.